Sziasztok! Ahogy említettem az előző videó végén, ebben a mostani videóban a válogatottról és a válogatottba való hazautazásomról lesz szó. Úgyhogy jelenleg már a reptéren vagyok, nagyjából fél óra múlva indul a gépem haza, és nagyon nagy szerencsém van, mert 2021-es évben ma van az első közvetlen járat, ami Göteborgból Budapestre megy, úgyhogy tényleg nagyon boldog vagyok, hogy ez pont így jött ki. Ma megyek haza, de a családom nem is tudja, hogy ma megyek. Nekik azt mondtam, hogy csak hétfőn tudok hazamenni, és egyből a reptérről a válogatott edzőtáborba kell mennem, úgyhogy elég szomorúak is voltak emiatt, de szerencsére pont így jött ki, hogy ma meccsünk volt délután, aztán volt még időm a mérkőzés után kijönni a reptérre, és így ma tudok hazamenni. Sajnos a meccs az nem sikerült jól, mert egy olyan csapat ellen játszottunk, aki ellen meg kellett volna szerezni a 3 pontot, de nem tudtunk betalálni, úgyhogy igazából mindenki elég csalódottan utazik most a válogatottba, de talán pont jókor jött ez a pofon nekünk, és jól jön most pont ez a válogatott szünet, hogy mindenki új impulzusokat kapjon, és egy kicsit feltöltődjön a válogatottjában. Jelenleg ugye a reptéren vagyok, de megmutatom, hogy nagyjából senki nincs itt környékemen, úgyhogy ezért le is vettem a maszkot, mert így gondoltam könnyebb lesz beszélni a videóba. Holnap reggel 10 órakor lesz találkozunk a válogatottal, egyből megyünk le Szegedre, hiszen ott leszünk most az elkövetkezendő 7-8 napban. 2 mérkőzésünk lesz Szerbia ellen, úgyhogy fogok készíteni videókat, és majd láthatjátok, hogy milyen is a válogatottal utazni. És utána megyek ki, az egyik legjobb barátom vár itt a reptéren, úgyhogy ő fog engem most hazavinni. Megérkeztünk a hotelba, ez lesz az én szobám erre a hétre. Meg volt már az ebéd is, az út nagyjából 2 óra volt a busszal. Igazából mindenki pihent, telefonozott vagy beszélgetett, aztán nem sokára megyünk edzeni. Az edzés kész. Első edzés egy ilyen átmozgató volt. Megyünk vissza a hotelba, aztán vacsora. Kocsán Petra, kérlek válaszolj, mit csináltunk edzésen, milyen volt és mi lesz a kövi programban még? Nagyon jó volt az edzés, támadásvezetéseket csináltunk és mi támadók vagyunk, úgyhogy mi élveztük, nem tudom, hogy mennyire élvezted védőként. A következő programunk vacsora, aztán csapatprogram. Csapatprogram? Igen. Oh, 24 minőttel. Akkor majd jelentkezünk. Hello! Na, sziasztok! Nagyon késő van már. Csapatprogram is megvolt, illetve gyuratás is volt, úgyhogy most már tényleg csak mindenki megy a szobájába aludni, mert reggel kezdődik egy új nap 2 edzéssel. Úgyhogy remélem élveztétek ezt a vlogot. Legközelebb a válogatottban jelentkezem ismét játékokkal, aminek köszönhetően jobban meg lehet ismerni a játékosokat. Úgyhogy iratkozzatok fel, és hamarosan érkezik a következő.
Sziasztok!